ételtetek-e ma reggel már? Ha nem, akkor gyorsan bepótoljuk. Van egy jó kis köszönős dalom. Ez a szövege, hogy köszönjünk egy jó nagyot, szia, szia, jó napot. Mondjátok utánam? Köszönjünk egy jó nagyot, szia, szia, jó napot. És ezt el is tudjuk énekelni. Bármilyen dallamot ki lehet rá találni. Én most ezt találtam ki, hogy... Köszönjünk egy jó nagyot, szia, szia, jó napot. Mehet együtt, jó? Köszönjünk egy jó nagyot, szia, szia, jó napot. Nagyon jó, most még integessetek is hozzá, légy szíves. Köszönjünk egy jó nagyot, szia, szia, jó napot. És hogy az elészet sem maradjanak ki a jóból, most legyetek a lelkeket, ti is énekeljetek velünk, és integessetek vissza a lelkeknek. Köszönjünk egy jó nagyot, szia, szia, jó napot. Nagyon jó volt. Diótörő muzsikát és mesét hoztunk nektek ma délelőttre. De először szeretném, hogyha megbeszélnénk, hogy mi is az a diótörő. Mert amikor én otthon süteményt sütök, akkor előveszem az én kis diótörőmet, és összetöröm vele. Szerintetek erről fog szólni a mese? Nem, bizony. Hoztam magammal valami mást is, amit valóban diótörőnek hívnak. Ez egy favágó. Így néz ki a diótörő favágó. Egyáltalán nincsen kedves arca. Mindig valami morcos katonának ábrázolják. Fából készül, az 1200-as években készítették először el Németországban. Az eredeti 130 kicsike kis apró alkatrészből készül, és ő igazából azoknak a védelmezője, akiknek a házában megtalálható. Na de, hogyan is lett egy fiúból diótörő? Ezt én először szeretném nektek elmesélni. A mesének is van egy szerzője, úgy hívják, hogy E.T.A. Hoffmann. Egy nagy tehetségű író volt, rajzoló művész, még zenét is szerzett. Ő találta ki a következő mesét. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy király, aki nagyon szerette a hurkát. Volt neki egy felesége, aki nagyon szerette a királyt. Így aztán, mikor eljött a disznótoros ideje, a királyné maga ment a konyhába, hogy elkészítse kedves férje számára a hurkát. És mivel a király imádta a rengeteg szalonnát, nagyon-nagyon sok szalonnát szeretett volna beletenni a hurkába. Még azt is elmondanám, hogy ennek a házaspárnak, ennek a királypárnak volt egy gyönyörű kislánya, úgy hívták, hogy Pillipát hercegnő. Szóval a királyasszonyság kiment a konyhába, elkezdte aprítani a szalonnát, ám ekkor megjelent az egér királynő az ő konyhájába. Jó barátságban voltak, együtt éltek, ugye az egerek lent a földön, meg a sarokban, az emberek a palota a többi részében, így ment ez már évek óta. És az egér királynő kért egy kis falatot abból a szalonnából. A királynő meg is kínálta jó szívvel. Aztán egyre több egér jött elő, egyre több szalonnát kellett odaadni. Így aztán a hurkába alig maradt. Amikor feltállalták a királynak az elkészült, megsütött hurkát, megkóstolta, hát először legördült a bajusza, aztán összefutott a szemöldöke, és egészen elkeseredve azt mondta, kevés a szalonna. Erre sírva panaszolt el a királyné, hogy ő nem tehet róla, az egerek mind megették. Na ettől aztán nagyon mérges lett a király. Parancsolt, hogy az összes egeret tüstént fogják el. Gyorsan fel is találták az egérfogót, elfogták az egereket, egyedül az egér királynő maradt szabadlábon. És ő bosszúból, hogy a népét elfogták, megátkozta a kis herceg kisasszonyt,
és a varázslat hatására szörnyű nagy fogai lettek, és akkor a szájuk egyik fülétől a másikig ért. Csúfság lett belőle, és képzeljétek, egész nap csak diótrácsát. Na, mit van mit tenni? Kérdezték az udvari csillagász, hogyan lehet ezt az átlagot feloldani. Az kiolvasta a csillagokból, hogy csak is a kőkemény krakatuk dió az, ami vissza tudja varázsolni a királylánynak a szépségét. Megtalálták ezt a diót, sorra jöttek a legények, hogy feltörjék és odathassák a király kisasszonynak, hogy az megegye. De egyik legény se tudta feltörni, meg hát volt itt még egy csalafintaság, hogy csak olyan legény adta át ezt a krakatuk diót, aki még nem borotválkozott. Van egy köztetek olyan, aki még nem borotválkozott legények? Van itt bőven, akkor egyelőre alkalmasak lennétek. Szóval nem borotválkozott, csizma még nem volt a lábán. Van-e ilyen, akinek nem volt csizma a lábán? Hát itt már bebuktuk ezt a történetet, mert a mai korban már a kisgyerekek is hordanak csizmát. És még volt egy követelmény, hogy miután odaadja a diót, hátrafelé csukott szemmel még 7 lépést kellett megtennie. Na, nagy nehezen azért találtak egy legényt, akinek még nem volt csizma a lábán, nem borotválkozott. A szájába tette a diót, megrántotta hátul a haját, és úgy elharapta a diót. Odaadta a királylánynak, aki bekapta, megette, rögtön vissza is változott szépséges lánykává. A fiú pedig csukott szemmel elindult hátrafelé 7 lépést. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És mikor a 7. lépést tette meg, rálépett az ott sündörgő egér királynőre, hanyatt esett, és abban a pillanatban diótörő fabábúvá változott a legény. Az egér királynő pedig ott lehette ki a lelkét. Na hát, ez ennek a diótörőnek a bevezető meséje. És mi itt fogunk belekapcsolódni a történetbe. Mert hogy ezt a diótörőt valahogy vissza kell változtatni fiúvá. És csak egy lány igaz szerelme tudja visszaváltoztatni. Ez a lányka lesz Marika, a diótörő balettnek a főszereplője. És szép lassan kibontakozik a történet előttünk. Úgyhogy most oda érkeztünk, hogy végre elkezdjük nektek a mesét, és a zenét is. Ehhez kérném a színpadra Csurgó Tamás karmester urat. Köszöntsétek őt is egy tapsal. Thank you.
felcsillannak, s karbaontanátos házának fényei. Csomagolakkal cipelő rokonok, gyerekek, felnőttek igyekeznek a ház felé. A gyerekek nagyon izgatottan várják, hogy mikor mehetek már végre a szalomba, és mikor csodálhatják meg a karácsonyi fát. Ez a kis figura a többi játék közül, magához öleli, elringatja és boldogan táncol vele egyet. Mikor a gyerekek már eleget játszottak, meg elfáradtak a sok evés-ivásba, a vendégek is fölveszik kabátjukat, cipőjüket, mindenki hazamegy, Marika családjával együtt nyugalomba tér, maga mellé fekteti egy kis karosszékbe a diótörő babát is, és elalszik. Ám ekkor cincogás, sürgölődés, lopakodás hallatszik. Egerek osonnak be a szobába, és elkezdik rágcsálni a karácsonyi süteményeket, finomságokat. Már közelednek Marika ágya felé. Ám ekkor a játékpolcon mi történt? Megszólalt egy résztrombita, riadót fújt, trata, trata, és talpra állt a diótörő figura. Ugrált, és ekét kiabált. Egerek, hitván csürhe banda, takarogjatok innen el a tüstént, már jönnek hős katonáim, csatába önké.
hadserege, a sok-sok baba. Így ünnepelték meg a győzelmüket. Amint átléptek rajta, és találkoztak Babaország lakóival, mindenki örömtáncba kezdett. Felséges királyunk és Marika, Isten hozott, végre megjöttetek. Vár Babaország szép fővárosa, Szorta vár lakói, szeretnek titeket. És a kínai babák mandarin és fahéj illatú teával kínálták őket. Amíg a teát kortyolták, ezt a zenét hallgatták. Szépen hajladozó cukornát szálak öleltek körbe.
A nádak ezzel a muzsikával köszöntötték Marikát és a diótörőt. Középsőből csokoládé folyt, a többiből málna és bodza szörp. Tortavár népe nagyon boldog volt, hogy köszönhette uralkodóját. Egy mézes kalács lányka még kapcsókot is dobott. Nagy lakomát rendeztek, melyre meghívták Babaország minden lakóját. Hogy teljes legyen az örömük, egy közös keresővel ért véget az ünnepség, amiben most ti is belecsatlakozhattok. Akinek van kedve, gyerkőcök, nyugodtan álljon fel, és a következő zenére, amikor virágkeringő lesz, egy kicsit táncikáljatok a széketek előtt. Kisfiúk is nyugodtan felállhatnak, mert még az óvónének is. Sőt, azt hiszem én is eljövök középen. Na, gyors, akinek van kedve, tényleg álljon fel, és kezdődik a zene. Thank you.
kadiótörő igaz története, aki előbb fiú volt, majd varázslat hatására favárula, de egy lány igazi szerelme újra emberré változtatta. Aki nem hiszi, járjon utána! Hallgathatjátok, hogyan kérte diótörő herceg Marikát feleségül. Az orvosság az átok ellen, hogy egy jó szívű és kedves lány csúságom ellenére megszeressen, hozzám jöjjön, és így megmentsen engem. Ha szerencsém lesz, akadtanám valaki. Ó, kedves diótörő, szívesen, hiszen tetszettél nekem mindig is. Hozzád menjek, csak szépen kérd meg a kezem. Vigyázz, a szád széle kicsit csokis. Marika drága, légy hát a feleségem, legyél országomban királynő,